Kedves gyönki polgárok és minden érdeklődő! Köszöntök mindenkit a mai rendhagyó megemlékezésen március 15-én a magam és Gyöngyváros önkormányzatának nevében. Rendhagyó módon, hiszen miként 172 évvel ezelőtt ma is végig söpör valami Európán. Akkor ez egy a szabadságot, függetlenséget féltő forradalmi herület, ma az egészségünket, szeretteink életét veszélyeztető járvány. Nem szeretném ismételni a mindenki által ismert március 15-i események kronológiai sorrendjét. Nem szeretnék neveket felsorolva méltatni márciusi ifjakat, vagy az első felelős magyar kormánytagjait, 48-as honvédtiszteket, vagy a megtorlásban vérhottanú halált halt tábornokokat, tiszteket. Ezeket mindannyian jól ismerjük. Jól ismerjük a történelmi tanulmányainkból, irodalmi és kulturális művekből. A magyar történelemnek nincs még egy olyan korszaka, melyről annyi dal, annyi vers, regény és oly sok film szólna. Jól ismerjük. Ezért inkább 48 tanulságaira, mondani valójára hívnám fel a figyelmet a ma történései kapcsán. Bármikor, ha huszárnóták felcsendülnek, felpezsdül a vérünk, és átjárja a lelkünket a hazaszeretet, melyért önmagunkat áldozni is képesek lennénk. Ne felejtjük mindennapjainkban se. Ne felejtjük, mikor a kényelmi dolgainkról kellene lemondanunk egy egészségügyi járvány megállítása, leállítása érdekében. Hol van ez az áldozathozatal 48 hősének áldozatvállalásához? De tőlünk most ezt követeli a haza. Mikor ma egészségügyi dolgozóként, közfeladatot ellátóként az átlagnál nagyobb kockázatot kell vállalni a közösség érdekében. Merítsünk erőt 48-as forradalmáraink, honvédeink kockázatvállalásaiból. Mert tőletek most ezt követeli a haza. Függetlenül attól, hogy 1000 hektáros nagybirtokos, külföldről hazatérő katonatiszt, vagy nincstelen jobbány volt-e, önként teljesítette 48-ban a kötelességét mindenki. Most minden munkáltatónak, munkavállalónak, diáknak szem előtt lebegjen ez a kötelességtudat. Akkor is, ha online kell oktatni, vagy online kell tanulnia. Akkor is, ha otthonról kell ellátni a munkáját. Végezzék ezt a lehetőségek adta legjobb módon, mert tőlük most ezt követeli a haza. Sokaknak, mikor a 48-as forradalom és szabadságharcról kérdezik, a világosi fegyverletétel, a vereség egy nemzet tragédiája jut eszébe. Nekem nem. Nekem Komárom, Klapka, Deák és a kiegyezés. Nekem a kitartást is jelenti. Azt a kitartást, amely az 1848. március 15-i eseményekkel indult, és 1867-ben ért célt, ha nem is teljes mértékben. Ez a kitartás álljon példaként mindenki szeme előtt a következő hetekben, akár hónapokban, mert ilyen kitartást követel most a haza. Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenkinek méltó megemlékezést március 15-ére. Köszönöm a figyelmet!